A vérbefojtott ötváltos felkelés 60. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát két aszódi diák emlékére a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában október 21-én. A 6 évtizedes múltra visszatekintő országos tudományos diákköri konferencia a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalok számára 16 tudományterületi szekcióban nyújt színvonalas bemutatkozási lehetőséget minden páratlan év tavaszán. A Városán nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Gödöllő a település művészeti és kulturális életét meghatározó Remsei család munkásságát mutatja be az október 14-én megnyílt kiállítássorozat keretében.